Hello. S. A News. Turóczi Richarddal. A legfőbb hír ezúttal abban áll, hogy ma van a születésnapom. Egy napon születtem Dzsudzsák Balázsral 1980. december 23-án, csak néhány száz kilométerrel odébb. A legfőbb különbség kettőnk közt abban áll, hogy nekem csak most kezdődik el a profi karrierem igazán. Ezért tessék feliratkozni, lájkolni, kommentelni, és legfőképpen megmutatni az ismerősöknek, elküldenek a műsornak a linkjét, a news-t. Köszönöm szépen. Vistyi Moszkovszkova Regiona. Az oroszországi KFC tulajdonosa lehet az a cég, amelyik az orosz katonákat eteti. Sanders ezredes, így lesz Szergej ezredessé, és csirke van, krumpli van, egyenruha van, azt kész. Én úgy képzelem, hogy igazából minden amerikai márkát könnyedén át lehet alakítani orosszá, és minden orosz márkát könnyedén át lehet alakítani amerikaivá. De például a Rosatom az lehetne US Atom, a Dodge az lehetne Dodge, az a név most úgyis felszabadult, a Lada az lehetne Lady, a Gazprom az lehetne Gestube, az Apple az lehetne Jablaka, az az orosz partner úgyse számít túl sokat, a Budweiser lehetne Blyadweiser, az Amazon lehetne Amazonka, a Tesla meg maradhatna Tesla, mert a szerbek úgyis testvérei az oroszoknak. This is really easy, I can tell you. Really easy. Nothing special at all. Two empire, one love, but no homo, if you know what I mean. Vanity Fair Itália. Vadászat 2. A Falvesz módosítást elfogadták, szabadon lehet lőni városi parkokban is. Annyi balesetet okoztak Olaszország szerte a vaddisznók, hogy az új kormány, hogy is mondjam csak, meglehetősen vadnyugati módon áll ehhez a kérdéshez. Nem csak levadászni lehet a röfiket, hanem meg is szabad őket enni. Fabri Fibra több mint 10 éves dala jut erről az eszembe, a címe In Italia. Abban az olasz repszövegben nagyon sok szép gondolat van arról, hogy az egészségügytől sok minden másig, mennyi minden működik a magyar állapotokhoz igen hasonlóan, csak azért, mert a problémákat nem igazán akarta megoldani senki. Most annyival előrébb vannak az olaszok, hogy legalább most megpróbálnak csinálni valamit. Ezt a románok, akik egész jól értenek olaszul, igazán észrevehetnék, csak cseréljék ki a vaddisznó szót a törvényben medvére. Voltam Tusnádfürdőn néhány évvel ezelőtt, és a vasútállomástól úgy sikerült felsétálnom, hogy 2 járókelő, aki jött velem szemben, azt kérdezte, nem látta a medvét? La Stampa. Morawiecki 2. Meloni és én megváltoztatjuk Európát. Az olasz lapnak adott interjújában a lengyel miniszterelnök azt állította, hogy az EU megtiltotta neki, hogy Belarus felül migránsokat engedjen be. Idézem. Több ezer migránst vittek a lengyel határhoz, akik illegálisan akartak belépni az EU-ba. Nem akartak Lengyelországban maradni, úti céljuk Nyugat-Európa országai voltak. De senki sem akarta, hogy beengedjük és Németországba küldjük őket. A mi feladatunk így az lett, hogy megállítsuk őket és azokat, akiket vissza lehet küldeni a hazájukba. Lefordítom. Aki az oroszok felől jön, az nem jó migráns. Az csúnya, fújja belem jön ki migráns, mert oda lett utaztatva az oroszok által. Az a migráns, aki nem az oroszok által lett odautaztatva a földközi tengeren, hanem embercsempészek és NGO-k által, az jó migráns. Mert ugye migráns és migráns között is különbség van. Az egyiket kedves édes cukorborsók küldik, a másikat, azokat meg csúnya emberek. Ne a fehér oroszok és az oroszok szervezzék a migránsok útjait, hanem az embercsempészek és az NGO-k. Mert az egyik destabilizálni akarja Európát, a másik meg... Le Monde. Emmanuel Macron, az ukrajnai háborúról 2. Nem akarom, hogy holnap a kínaiak és a törökök tárgyaljanak. Idézem tovább. Függetlenül attól, hogy Ukrajna csatlakozik-e a NATO-hoz vagy sem, bár ez nem éppen a legvalószínűbb forgatókönyv, erősebb biztonsági garanciákat kell adnunk nekik, mivel Oroszország megtámadta őket. És amikor a garanciákról beszélek, akkor ezekre az országokra vonatkozó garanciákra gondolok, magunkra, de Oroszországra is. A francia elnök lát előre, érti, hogy mi történik a világban, és úgy viselkedik, ahogy azt az ember egy felelős döntéshozótól elvárná. Én nem is értem, hogy mit keres még Európában vezetőként. The Wall Street Journal. A francia Macron felszólítja Európát, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való függőséget a biztonság terén. És megint azt is hozzátette, hogy Oroszországnak is adni kell valamit, például garanciákat a biztonságára. Van az a feldolgozás szám, hogy a szerelem dalával elindult Emmanuel, ledobva láncait, távol otthonától kóborolt Emmanuel, elkísérte vágyait. Sállállállállá. És a végén ott van az is, hogy hagyta, hogy mások válasszanak. Csak hogy kontextusában lássuk a világot egy kis hazai, 24.hu. A Spárban már a párizsin is lopásgátló csip van.
Ez csak Emmanuelről jutott eszembe, és arról, hogy ő érti a világot, és azt is, hogy ez mivé lett. Fox News. Tucker Carlson 2. Zelenszky látogatása a kétpárti mazohizmust képviselte. Zelenszky, ha már úgyis éppen Washingtonban járt, akkor benézett a kongresszusba is némi apróért, és ha valaki azt gondolja, hogy Európában vagy Amerikában mindenki az ukránok ügye mellett áll, annak elég csak meghallgatnia, hogy mit mondott erről a Fox News műsorvezetője. Today, when the president of Ukraine arrived at the White House dressed like the manager of a strip club and started to demand money. Amazingly, no one threw him out and said they did whatever he wanted. American taxpayers declared Joe Biden will continue to give Zelensky whatever he demands for, quote, as long as it takes. Tellingly, Biden never specified what it is, as long as it takes to do what. Magyarországon, ha ilyet mondanál, akkor azonnal orosz párti Putyin pincsije lennél, Amerikában meg hülye, összeesküvés elméletes Trump támogató gyökér Fox News-os, gondolom. The Hill. Zelenszky üzenete a megosztott republikánus pártnak, amely arra készül, hogy összép húzza a pénztárcáját. 213 republikánus képviselőből csak 86 volt jelen Zelenszky beszédekor, a többiek meg sem hallgatták. Ennek ellenére persze megkapta a pénzt. Forbes. Lauren Boebert reagált Zelenszky kongresszusi üzenetére. És hogy kik nem hallgatták meg és miért? Here's what was clear from tonight. The people of Ukraine are suffering. The war is deadly and horrific, and the carnage has not stopped. Sadly, what I didn't hear tonight was a clear explanation of where the first $50 billion we sent to support their efforts went. Until Congress receives a full audit on where our money has already gone, I will not support sending additional money to this war. President Zelensky is working to protect his country, his border, and his people. I get it. I really just wish our commander-in-chief would do the same right here at home and secure our southern border and protect our people. Egyébként Lauren is 1980. decemberében született, mint én, és most már mind a ketten 36 évesek vagyunk. Az is közös bennünk, hogy mind a ketten szeretjük tudni, hogy mire ment el a pénzünk. Stern. Letartóztatták a BND munkatársait, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Oroszország javára kémkedtek. Na, a német szövetségi hírszerző szolgálat munkatársai a jelek szerint tényleg orosz pártiak voltak. Az argentin központi bank messzire gondol a világbajnokság után. Konkrétan ezereseket terveznek nyomtatni Messi arcával, de a másik oldalra is jut egy Messi portré, csak ott már végre a csapat is megjelenik. Borzasztó lehet argentin válogatottnak lenni, miután az ember megnyerte a foci VB-t. Kivéve, te vagy Messi. Sky News. Skócia vitatott jogszabályt fogad el, amely megkönnyíti a nemek jogszerű megváltoztatását. 16 éves kortól. Még egyszer, 16 éves kortól. 16 éves kortól lehet nemet változtatni Skóciában, ráadásul úgy, a Sky News cikkében legalábbis ez szerepel, hogy mostantól nem lesz szükség orvosi indokra, orvosi diagnózisra, tehát nem kell orvosi értelemben okkal rendelkezni egy ilyen műtétre, hanem akarat kérdése ez csupán. Emlékszem, hogy amikor Magyarországon 16 éves korra csökkentették a tankötelezettséget, akkor megkezdték az aggódást az elkalódó fiatalok miatt, akiknek tönkreteheti az életét, hogyha idő előtt munkába állnak. De nyugatabbra úgy tűnik, hogy ha idő előtt nemet változtatnak, az ezek szerint nem teszi tönkre az életüket. Brighty. 5 hónap börtönbüntetésre ítélték Bugsy the Don't, a rappert, aki a Kapitólium ostroma alatt készült fotót a borítójára téve pózolt. A rapper azt állítja, hogy kizárólag azért tartózkodott a Kapitóliumban, hogy fotókat és videókat készíthessen a klipjéhez, és most arra kéri az újságírókat, hogy legyenek szívesek és készítsenek vele interjúkat, amelyben elmagyarázhatja az igazát és megvédheti saját magát. Az ügyvédje pedig azt mondja, hogy az ügyfelét próbaidőre kellett volna bocsájtani, illetve házi őrizetre kellett volna őt ítélni, mert jelentős közéleti személyiség. Hát most már az, egy ideig. Medusa. Egy szentpétervári képviselő azt kérte a legfőbb ügyészségtől, hogy indítson büntetőeljárást Putyin ellen a háború szó használata miatt. Putyin csütörtökön tartott egy kisebb évértékelőt, ahol elmondta, hogy kb. Mi volt a terv, hol tartanak most és mit szeretnének később, de mondott egy ilyen mondatot is. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Egy bizonyos Nikita Jufereyev szentpétervári képviselő 3 dologhoz nem ért. A joghoz, a politikához és az ablakok biztonságos megközelítéséhez. Ez volt a News Turoczy Richardal. Ne filiujcitek el filiratkozni. Van hoza egy csengő is. T.
Телеграм t.miper.turotsyrichard. Инстаграм Рихард Туроци. Тикток Рихард.Туроци. Мара Эни. Ча.